Közérdekre hivatkozva adott bérbe egy belvárosi üzlethelyiséget az 5. kerületi önkormányzat 2011-ben. A miniszterelnök tanácsadójaként emlegetett Habony Árpád unokatestvéreinek érdekeltségbe tartozó cég pályázat nélkül vehette bérbe, 2 hónap múlva pedig kedvezményesen vehette meg az üzlethelyiséget, majd 50 milliós haszonnal el is adta. Az ingatlan azóta is üresen áll. Az együtt szerint az önkormányzat több szabálytalanságot is elkövetett, a hivatal viszont ezt tagadja. A Károly körút 26, ebben az épületben van az az üzlethelyiség, ami egy olyan cégcsoporthoz került, amelynek részvényese Habony Árpád két unokatestvére is. Ez a minden politikus számára vannak olyan emberek, akik azt gondolom, hogy segítik tanácsokkal, észrevételekkel. Nem titok, hogy Habony Árpád így van, nem csak a miniszterelnök úrral, hanem többünk esetében is. Rogán Antal a házon kívülnek ismert el, hogy kap tanácsot Habony Árpádtól. Rogán most a Fidesz frakció vezetője, az 5. kerületi üzlethelyiség eladásakor az önkormányzatot vezette. A helyiséget megvásárló cég pályázat nélkül jutott a bérleményhez. 2011-ben az önkormányzat tulajdonosi bizottsága a képviselőtestület elé került előterjesztésben azt írta, idézem, a helyiséget a polgármester döntése alapján pályáztatás nélkül kell bérbeadni a kerületben élő lakosság alapellátását szolgáló szolgáltató tevékenység támogatása érdekében. A közérdek egy étterem volt. A Habony Árpád unokatestvéreinek érdekeltségében lévő cég legalábbis azt ígérte, éttermet nyit itt. Ezért vehették bérbe a helyiséget, amit 2 hónap múlva 30%-os kedvezménnyel 54 millió forintért meg is vásárolhattak, majd ahelyett, hogy vállalkozást indítottak volna, egy éven belül 102 millióért eladták. Kapott 30% kedvezményt, mint bérlő ez a társaság arra, hogy megvegye ezt az ingatlan, teljesen jogtalanul nem járt volna nekik ez a 30%. Majd most kiderült, hogy egyáltalán az, hogy egyáltalán eladható legyen ez az ingatlan, azzal indokolta az önkormányzat, hogy itt a köznek lesz jó. Az együtt szerint szabálytalan volt, hogy alig 2 hónapos bérleti időszak után vehették meg az ingatlant, holott szerintük az önkormányzat helyi rendelete 3 pontban határozza meg, ki jogosult kedvezményesen üzlethelyiséget venni. Ezek közül az egyik, hogy a bérlő a piacinál magasabb, évente az inflációval növelt bérleti díj fizetését vállalja. Az önkormányzat válasza szerint jogszerűen adták el kedvezményesen az ingatlant, a bérbeadáskor pedig az üzlethelyiségre tett ajánlatok közül messze a Klasszik Immo Kft. Bérleti díj mértéke volt a legmagasabb.